Tisztelt nézőink, amint arra éppen Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke hívta fel a figyelmet, az érdekvédelmi szervezet 1996 óta minden alkalommal, amikor államfőválasztásra került sor Romániában, indított önálló jelöltet. Így van ez ebben az évben is, a szövetség államfőjelöltje pedig immár második alkalommal Kelemen Hunor, aki remélhetőleg telefonkapcsolatban van a stúdióval. Jó napot kívánok, elnök úr! Jó napot kívánok! Hát mindennek előtt gratulálok ahhoz, hogy újból ön lett az államfő jelöltje az RMDS-nek. Gondolom, hogy ez egy megtisztelő feladat ön számára is. Tisztelt elnök úr, a támogatói... Nem. Először azt szeretném megkérdezni öntől, hogy akkor, amikor ezelőtt 5 évvel Markó Béla azt mondta, hogy az RMDS-nek egy új arcot és a fiatal nemzedékből való új arcot kell indítani a választáson, akkor önre esett, mondjam úgy, a választás. Nos, én úgy gondolom, hogy ez egyben pozitívum is, vagy negatívum is lehet. A kérdésem az, hogy úgy gondolja, hogy az 5 évvel ezelőtti tapasztalatot tudja most gyümölcsöztetni ebben a kampányban? Mindenféleképpen, hisz akkor már volt nekem valamennyi tapasztalatom az országos politikában, nem kevés, azóta ez még szaporodott, bővült, gazdagodott, és természetesen azt gondolom, hogy ez az a fajta megmérettetés, ez az a fajta kihívás. Most szinte független attól, hogy ki milyen esélyekkel indul, egy magyar ember milyen esélyekkel indul a mai Romániában, mégis az a megmérettetés, ahol olyan dolgokról lehet beszélni, tabuk nélkül, fölszabadultabban, még hogyha éles vitát vált ki, hogyha érzelmeket kavar is föl az ember, amely a jövőről szól, az erdélyi magyarság jövőjéről, Románia jövőjéről, Románia helyéről, Közép-Kelet-Európában, Európában, és természetesen az erdélyi magyarságnak a törekvéseiről, a kollektív jogokról, autonómiáról, mindarról, ami számunkra fontos az identitás megőrzéséhez. Egy jövőképet lehet fölvázolni, és a jövőképet lehet bemutatni, remélem, hogy hitelesen, és a román társadalommal egy olyan párbeszédet lehet folytatni, kezdeményezni, megújítani, felújítani, amely a mi törekvéseinknek a megvalósításához szükséges, hisz nem tudjuk nélkülük. Nincs más lehetőség, csak a román többséggel együtt elérni a mi politikai célkitűzéseinket. Elnézést, hogy közbeszólok, de elképzelhető, hogy a kampány idején majd esetleg sajtóorgánumokban, most gondolok elsősorban az elektronikus sajtóra, a rádióban, televízióban, éppen a többségi románság által indított többféle elnökjelölttel fog majd vitázni esetleg. Na most itt a meggyőződésem, hogy higgadságra és alapos felkészülésre van szükség. Én azt gondolom, hogy mindkettővel ma már több erdélyi magyar politikus rendelkezik, én magam is, aki most jelölt vagyok, és megtiszteltetés, hogy engem választottak, vagy engem kértek fel a kollégák. Ma nekem volt egy első vitám a román értelmiségiekkel, az akadémiai szférával, Bukarestben, az egyik egyetemen, és azt tapasztaltam, hogyha őszintén és sztereotípiák nélkül, hogyha nyíltan és türelemmel érvelünk, akkor nagyon sok ember elgondolkodik annak az igazságán, amit mi állítunk. Elgondolkodik, hogy igen, ezek a kérdések, ezek ma nem valami extravagáns, földtől elrugaszkodott elvárások, hanem olyan dolgok, amelyek sok helyen Európában működnek, amelyek európai értékrendre alapulnak, és amelyek a többség-kisebbség viszonyát kívánják rendezni, mert én azt gondolom, előfeltétele minden politikai és gazdasági stabilitásnak, növekedésnek, hogy többség és kisebbség között ne legyen folyamatos vita. Igen. Kisebbségi jogokról, kollektív jogokról, identitás megőrzésének a problémáiról. Elnök úr, 270 000 aláírás önnek, 217 000 aláírás a néppárt jelöltjének. Ez összesen majdhogy nem 500 000 szignó, ugyebár? A laikus kívülálló szerintem azt mondaná rögtön, hogy igencsak jó mozgósítás, nem lett volna jobb közösen? Engem nem kérdezett senki az európai, vagy bocsánat, az erdélyi néppárttól, sajtóból értesültünk, hogy jelöltet állítanak, tehát ez a kérdés számomra azért nem kérdés, és azért nem tudok válaszolni, mert ilyen típusú fölvetésre még csak a sajton keresztül sem került sor, úgyhogy nem tudok én erre a kérdésre válaszolni, és nem is hiszem, hogy ebben a pillanatban ez a kérdés lenne a legfontosabb, ezen már túl vagyunk. Értem. Hát akkor lépjünk tovább. A támogató aláírások leadásakor igen sokszor a tisztelet szót emlegette. Ez természetesen legalábbis az én értelmezésem szerint vonatkozhat az ön személyére is, tisztelet, amelyet elvár a kampány során például, de vonatkozhat az ön által képviselt romániai magyar közösségre is, annak kinyilvánított elvárásaira, követelményeire is. Nos, melyik tisztelet a fontosabb ebben a kampányban, illetve majd azt követően? Az én személyem ebben a kampányban nem fontos, én gyakorlatilag az erdélyi magyaroknak a hangja vagyok, a szóvivője vagyok, és amikor én románul azt mondtam, hogy tisztelet, akkor az erdélyi magyar közösség iránti tiszteletet, az emberi jogok iránti tiszteletet, a polgár iránti tiszteletet, az adófizető iránti tiszteletet az állam részéről, ezt céloztam meg, mert az állam az nem csupán intézményeknek a hosszú sora, hanem mindenek előtt polgároknak a közössége. És hogyha az állam nem tiszteli a polgárait, akkor a polgároktól sem várhatja el azt, hogy tiszteljék az államot. A tisztelet pedig azt jelenti, hogy az állam van a polgárokért, nem fordítva. Hogy úgy tekint rá, mint partnerre, úgy tekint rá, mint olyan értékalkotó egyénre, közösségre, amely nélkül állam, erős állam, tiszteletet megkövetelő és tiszteletre méltó állam nem létezik. Ebben az értelemben használtam, és ebben az értelemben fogom használni, nem az én személyemről szól ez a történet, a közösségről, a polgárokról, a jogokról, az emberi jogokról, kollektív jogokról beszélek, és én azt gondolom, hogy akkor lesz igazából egy ország erős, egy politikai közösség erős, hogyha a tagjainak külön-külön, és a tagjainak úgyis, mint közösség, egy kisebbségnek úgyis, mint kisebbségi közösség, nemzeti közösség megadja a megfelelő tiszteletet. Az utolsó kérdéshez érkeztünk, mert hogy lejár az időnk. Hosszú ideig, és kérem javítson ki, hogyha úgy érzi, hogy nincs igazam, a Székely Nemzeti Tanácsot az RMDS közeli szervezetként határozták meg a politikai elemzők, sajtósok. Ehhez képest nagyot fordult a kocka, úgy veszem észre, hiszen ha más nem is, de az SZNT jelenlegi elnöke, Izsák Balázsról beszélek, a néppárt jelöltjének támogatására buzdította a szavazókat. Nos, ön szerint honnan ez a párfordulás, hogyha van egyáltalán? Tessék megkérdezni Izsák Balázstól. Én nem vagyok az ő értelmezője, még a szóvivője sem. Én a világot próbálom megérteni és helyesen értelmezni ahhoz, hogy jó döntéseket hozzunk a közösség érdekébe. Na most ezt a kérdést én nem bírom most sem megérteni, sem megítélni, nem is az én dolgom. Jó, elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy válaszolt ezekre a kérdésekre. Én azt kívánom, kitartást és erőt kívánok a kampány során, és hát minél több szavazatot, sok sikert majd a választáskor. Köszönöm szépen a lehetőséget. Viszont hallásra. Tisztelt nézőink, aránylag kicsi az aradi magyar közösség, de annál erősebb, kitartóbb. Bizonyíték erre maga az a tény is, hogy az előttünk álló héten immár negyedik alkalommal fogják megszervezni a nagyon színes és sokrétű aradi magyar napokat. A negyedik alkalommal megrendezett Aradi Magyar Napok emléktábla avatóval kezdődött a marosparti városban. Faludi György első aradi látogatásán 10 évvel ezelőtt a Jelenházban találkozott olvasóival. A rendkívüli érdeklődést kiváltó esemény évfordulóját az Aradi Magyar Napok nyitónapján, szeptember 27-én elhelyezett emléktábla örökíti meg. Az évről évre színvonalasabb és nagyobb közönség sikernek örvendő ünnepségsorozat csúcspontja az október 6-i megemlékezés és koszorúzás a Vesztőhelyen és a Szabadságszobor előtt. A közbelső napok mindegyike egy-egy rendezvény vagy gazdag kulturális esemény színhelye. A hétvégén családbarát találkozót tartottak a Máltai Székház udvarán. A sportcsarnokban pedig ifjúsági és családi napon játékos vetélkedőkkel várták az érdeklődőket a szervezők. A hétvégét Molnár Ferenc Karamell szabadtéri koncertje zárta. Hétfőn média találkozóval folytatódik a rendezvénysorozat. A Magyarországi Közszolgálati Rádió és Televízió munkatársai első ízben közönségtalálkozóra látogatnak Aradra. A folytatásban sorra következnek pedagógusok kitüntetése, a Nyugati Jelen 2015-ös évkönyvének, Hudi Árpád Hidegebb napok, illetve Új János emlékhelyek az első világháborúból című könyvének bemutatója, fiatal helytörténészek tanácskozása. Pénteken a Gyulai Levéltár munkatársainak részvételével néhai dr. Kovács Géza neves néprajzkutató történészre emlékeznek. A Kölcsei Egyesület helyi személyiségek portréiból válogatott képzőművészeti kiállítással folytatja az elmúlt években elkezdett sorozatát. Szombaton önálló esten lép fel az Aradi Kultúrpalotában Bródi János. Október 5-én a Békés Csabai Jókai Színház Sütő András Advent a Hargitán című drámájával vendégszerepel. Az október 6-ai koszorúzás az aradi vértanúkra emlékező ünnepi szentmisével kezdődik délelőtt 11 órakor a belvárosi minorita templomban. Majd 13 órakor emlékezés és koszorúzás a Szabadságszobornál, 17 órakor pedig a vesztőhelyen. Az Aradi Filharmónia, valamint a Magyar Nemzeti Filharmónikusok Énekarának közös hangversenye zárja a rendezvénysorozatot az Arad belvárosi katolikus templomban. 5 évvel ezelőtt 2009-ben az Erdélyi Magyar Néppárt nem indított államfőjelöltet, így aztán, ami most történik Romániában, történelmi premiernek tekinthető. 2 magyar államfőjelölt indul a Kotrocséni palota bársonyszékének megszerzéséért folyó megmérettetésen. Ezen a téren Szilágyi Zsolt, az EMNP jelöltje, az abszolút újonc nyugalmával, vagy esetleg izgalmával száll harcba. Nos, alelnök úr, akit tisztelettel köszöntök telefonon keresztül, ön nyugodt vagy izgatott? Hát egy időben nyugodt és izgatott, köszönöm a meghívást és köszönöm a tévénézőket. Valóban példanélkül áll, hogy egyszerre 2 államelnök jelölt szálljon ringbe a romániai elnökválasztáson. Én magam részéről azért vagyok nyugodt, mert meggyőződésem, hogy csakis nyerhetünk ebből a nemes versenyből, ugyanis minél több magyar sikerül majd megmozgatni, annál nagyobb lesz a politikai befolyásunk, a tiszteletünk, a lehetőségeink. Éppen ezért azt gondolom, a romániai magyar közösségnek, a romániai magyar politikának egyértelműen csak nyerni lehet ebből a helyzetből. Azt mondanám, hogy 217 000-nél is több aláírás már kötelez. Ezek után ki kell majd állni, és adott esetben akár elutasító, sőt ellenszenves, ellenséges környezetben kell képviselni mindazt, amit az elmúlt 1 hónap alatt, de hogyha ön úgy akarja, akkor az elmúlt sok esztendő alatt az Erdélyi Magyar Néppárt hangoztatott. Ez pedig azt hiszem, hogy bátorság szükségeltetik. Mit fog elmondani a kampány során magyaroknak, románoknak egyaránt? Magyaroknak, románoknak egyaránt kényelmetlen az, hogy Románia egy központosított és sajnos egy korrupt ország. Éppen ezért azt szeretnénk, ha az erdélyieknek, az erdélyi magyaroknak, az erdélyi románoknak egy olyan alternatívát nyújtanánk, amelyért érdemes elmenni szavazni. Románia egy szerkezeti átalakításra szorul. Az eddigi évek alatt bebizonyosodott, hogy ez az ország nem működik úgy, ahogy kellene. Ez az átalakítás pedig csakis a régiók, a történelmi régiók szerepének újraértelmezésével lehet sikeres. Éppen ezért azt kérjük az erdélyi románoktól és magyaroktól is, hogy a központosítás megszüntetésével Erdély ügyének képviseletét vállalják ők is szavazatukkal. Ha Ausztria, Németország vagy Svájc sikeresen működnek federális szövetségi államként, akkor bízunk benne, hogy Románia is sikeresebb lesz, mint az eddigi központosított államszerkezetben. A magyarok pedig, mint szabadságszerető nép, mindig is kiálltak a szabadságért. Hát a 21. században Romániában ezt a szabadságot, az önálló döntés joga, közösségünket megillető önálló önkormányzás joga jelentheti. Ezt szoktuk autonómiának nevezni, tehát az erdélyi ügyet és az erdélyi magyarok autonómia igényét fogom megjeleníteni a kampányban, erre kérem a támogatást. Alelnök úr, ez így mind szép és jó, ahogy ön elmondja, és bizonyára szép és jó lesz egy olyan környezetben, ahol többnyire magyarok lesznek majd a hallgatói. De adott esetben, hogyha meghívják önt egy vita műsorba, ahol én azt hiszem, hogy a román sajtó, ön is ismeri, nem arról híres, legalábbis döntő része, hogy igazi szimpátiával viseltetne irányunkban, vagy az önök által képviselt irányban. Ott is ezt el kell mondani, és ehhez azért megvan például önnek a higgadtsága, a nyugodtsága, hogy tudjon érdemben vitázni, érvekkel érvelni? Igen, bízom benne, hogy megvan. Mi 10 évvel ezelőtt benyújtottuk már a Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által elkészített törvénytervezeteket, akkor nagyon sok tévévitába hívtak, és úgy érzem, hogy sikerült megérvelni, megindokolni, hogy miért van szükség Románia átalakítására. Ez 2004-ben volt, mi is akkor szembesültünk az újdonság erejével ható tervezetek beadásával Trianon után, az első világháború után a román szenátus akkor kellett először viszonyuljon az autonómia igényhez, gondolatához. Azok a tévéfelvételek, azok az interjúk, azok a dokumentumok most is elérhetőek bárki számára. Úgy érzem tehát, hogy az eddigi politikai pályafutása annak a csapatnak, amelyeknek én is része vagyok, az önmagáért beszél. Ugyanazt vállaljuk, hogy folytassuk tulajdonképpen természetesen modern környezetben. Az ugyebár nyílt titok, hogy nem ő volt az első számú jelöltje a néppártnak, az Erdélyi Magyar Néppártnak, hiszen felkértek más személyeket is. Végül is, hogy önre esett a választás, hát hogy is mondjam, nem érintette egy kicsit, hát nem volt sértő ön számára, hogy ön csak a harmadik, negyedik jelölt lett volt? Ez nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy minden jó döntés megalapoz egy elemzést. Megalapozza az a különböző alternatívák, döntési lehetőségek közötti választás, válogatás, előzetes menete. Számomra megtisztelő, hogy rám esett a választás, és az is megtisztelő, hogy több mint 217 ezer romániai polgár és erdélyi magyar támogatott aláírásával, amit ígérni tudok, hogy ugyanazzal a hittel, elszántsággal fogom közös ügyünket továbbra is képviselni. Sem Toró Tibor elnök úr számára, sem pedig számomra nem volt kényelmetlen az, hogy több jelöltséget elemeztünk akkor, amikor a döntésünket előkészítettük. Megtisztelő számomra, hogy rám esett a választás, legjobb tudásom szerint fogom szolgálni közösségemet és közös ügyünket. Köszönöm szépen a válaszokat, és csak azt tudom mondani, amit Kelemen Hunornak is mondtam akkor, amikor elköszöntem tőle. Erőt és kitartást kívánok önnek a kampány idejére, és hát minél több szavazatot majd a választáskor. Sok sikert kívánok, köszönöm szépen még egyszer.